Szép estét kívánok! Fehérvári beszélgetésekben vendégünk Bagó Bertalan Jászai Mari Díjas színművész, rendező, a Vörösmarty Színház művészeti vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Most egy kicsit elmegyünk Balatonboglárra, mert történt volt, hogy Varga Béla Városi Kulturális Központ munkatársai Balatonboglár 25. évfordulójára összehívtak egy családi rendezvényt is, egy olyan rendezvényt, ahol a fontos téma az volt, hogy miként élt, alkotott a városi híres festőművésze Bagó Bertalan, aki nem volt más, mint a te édesapád. Így van. És ennek kapcsán megkérdezték tőled, aztán máskor is megkérdezték már, hogy választottál volna magadnak hivatást, és kiderült, hogy tulajdonképpen lehettél volna festőművész is. Közel állt hozzám, de kicsit múlt, hogy nem az lettem. Hát úgy nőttem föl, édesapám ott volt festőművész, és tanár is volt, rajztanár az iskolában, és vezetett egy nagyon jó rajzszakkört, tehát egy ilyen művészeti rajzszakkört, nagyon sok kiállítást nyertünk meg. Én is többek között ebben a rajzszakkörben jártam általános iskolában, és mindenféle díjat nyertünk. Többek között, azt hiszem, hogy ötödikes vagy hatodikas, még nem, kisebb voltam, harmadikas általános iskolás, Fehérváron nyertem egy díjat, arra emlékszem. Fehérváron, itt adták át az önkormányzatnál, itt nyertem egy rajzpályázaton díjat többek között. Édesapád mondta akkoriban, ugye egy kulák család volt családi birtokkal. A kulák ma már nem szitok szó, hála Istennek, viszont mindentől megfosztattatott, így aztán őt ez bántotta. De ti fiatalok, gyermekek, mennyit éreztetek ebből az ő bánatából, vagy bele tudott-e temetkezni a munkájába? Hát egyrészt minden festményében benne volt ez a fájdalom, másrészt meg az, hogy ő kényszerékségből került a Dunántúlra. Mert a édesapám az Tiszakécske, akkor Ókécskének hívták, ott volt nagy gazda szebb szóval, vagy nagy gazdák voltak, ami a kulák, később kuláknak hívták, ami tényleg szitok szó. Tehát amikor felvételizett a képzőre, akkor még vissza se jelentkeztek. Tehát ő elvégezte a református gimnáziumot Kecskeméten, és hát jobban tette, vagy jobban ajánlották neki, és ne is menjen haza utána, és akkor elment Dunaújvárosba érettségi után műszaki rajzolónak, és utána eljött a Dunántúra, tulajdonképpen Balatonboglár környékére, ott dolgozott. És hogy visszatérve, hogy mennyire volt otthon ez téma, nagyon sokat tudok erről természetesen, nem volt tabu téma, mi erről beszéltünk. Tehát nekem sok mindent elmondott, az identitásomat is befolyásolja azt tulajdonképpen, hogy nőttem föl, és nem volt elhallgatva semmi. Annyi volt, hogy mint sajnos, hogy nem mindenhol kellett mindenhol mindent elmondani. Ez a kettőség benne volt, de annál jobb volt, hogy legalább tudtam dolgokról, de mondta, hogy ezeket nem mindenhol mondja. Tehát az alföldi és balatoni kötődés, az megmaradt neked valami? Igen, nekem még van egy házom Tiszakécskén. Apámtól örököltem. A nagyapámék, tehát nagyapám, szépapám, körül mindenki onnan família, egyrészt. Édesanyám pedig somogyi. És ott ismerkedtek meg Balatonbogláron, amikor apám odajött. Hogy nő fel egy balatonboglári kisrác, aki aztán alig 14 esztendős, és elindul a saját útján? Igen, igen. Milyen indítatásod volt otthon? Nagyon jó. Jó, én nagyon szerettem Balatonbogláron élni. Akkor tájt, amikor én fiatal voltam, akkor ez a nyugatnak tekinthető volt a Balaton. De nagyon sok, akkor ugye még volt a Nyugat-Németország és Kelet-Németország, és nagyon sok nyugat-német itt találkozott a keleti rokonával. Ebből kifolyólag mi megláttuk egy részét, megkaptuk egy részét a nyugatnak. Tehát láttunk olyan világot, meg olyan féle megközelítést a németektől, osztrákoktól, sőt az olaszoktól, amit máshol nem láttunk, már csak autókban is. Tehát, hogy van egy olyan része a világnak, ami kicsit boldogabb, mint a miénk. És hát ez a nyár, ez a balatoni nyár, ez olyan volt, mintha egy nagyvárosban éltem volna, vagy üdülőparton. Ez más Magyarország volt, mondjuk Kaposváron, vagy ha elmentünk 15 kilométert a Balatontól, már egészen más volt. De maga a Balatonpart, ez egy nagyon,
nagyon jó világ volt, egy kicsit szabadabb is volt, és szabadabbak is voltunk. Tehát 14 éves koromig ugye ott éltem másik általános iskolában, és akkor elhatároztam, hogy Pestre megyek, és akkor eljöttem 14 éves. Ez óriási döntés. Elhatároztam, saját döntésem volt, hogy el akarok menni. Döntés felelősség. Igen. És mi fogadott Pesten? A semmibe mentél? Vagy volt kollégista voltam, kollégiumban, tehát felvettek a középiskolába, Várba mentem, én építésznek tanultam, és hát kollégista voltam, tehát, de az nem volt számomra annyira idegen maga a Budapest, mert ez a szemlélet, ha Balatonról jöttem, az nem volt olyan nagy különbség a nagyváros, mert benne volt a levegőben, azokkal az emberekkel találkoztam. Biztos, hogy egészen más lett volna, mint tudom én, hogyha valahogy egy kis faluból jöttem volna, vagy mentem volna a Somogyból, de ez közelebb volt, és én vágytam is erre a nyüzsgésre. Tehát nekem a vágyam is az volt, hogy oda kerüljek Budapestre. És ráadásul, ahová jártam, az a Várban volt, a Vár alatt közvetlenül a Szabó-Ilonka utcában, és ahol laktam, az a Csalogány utca. Tehát egy nagyon jó helyen, nagyon jó minőségű helyen volt az iskolám, és maga az a közeg, amiben voltam, az ugye az egyik legelitebb helye volt Budapestnek. Tehát az egy, maga az utcák is olyanok voltak, és volt egy történelmisége. Tehát én a Várban volt a menzánk, ott volt még régen a Műegyetemnek a kollégiuma, és ott volt a menzánk. Én oda jártam, én a Hiltonnal szemben jártam menzára. És az egésznek volt egy csodálatos milliója ott sétálni a Várban, a Vár alján, hogy olyan, mint egy ilyen, tényleg, mint hogyha egy költé, mint a Babicsnak, vagy nem tudom, a Babics sétány is ott van többek között. Tehát egy olyan hangulata volt, mint vagy Szerbantal utas és holdvilága. Tehát abban a közegben ültem fel, ott voltak a barátaim, ott voltak az első szerelmeim. Tehát nagyon-nagyon jó volt ez, hogy oda kerültem. Milyen volt felfedezni a színházat? Én úgy volt, hogy én igazából nem akartam színész lenni, tehát nem úgy kezdődött. De színházban jártam. Igen, és színházban nagyon sokat jártam, tehát ez úgy volt, hogy akkor még fönt volt a Vár Színház többek között, ami most már ugye megszűnt, az oda volt bérletem. Sőt, az iskolában közel álltam az irodalomhoz mindig, és a magyar tanárom mondta, hogy nincs a kedvem ilyen jegyeket árulni, vagy nem tudom, ha én adok jegyeket, vagy megyek akkor a kollégiumba, akkor én kapok ingyen jegyet a főpróbákra. Csak ebből kifolyólag 15-20 darab jegy elő volt szó, több nem, amit odaadtam, hogy eladtam a kollégiumba, a kollégista társaimnak, és akkor én bejáratos voltam néhány helyre, ahol csak főpróbákra. És akkor valahogy beleszerettem ebbe a színházba, minden előadást láttam a Várba, a Józsefvárosi Színházba, a Nemzetibe, operába. Érlelődött benned folyamatosan, tehát az idők folyamán a színész lét milyensége, hogy milyen lehet színésznek lenni, vagy hirtelen döntés volt? Érlelődött. Ez úgy kezdődött, hogy először, és akkor először, úgy mondom, mindig, tehát van benne egy humán érdeklődés, meg a építésznek is azért akartam menni, mert egy nagyon humán, egy építész mennek az legalább annyira humán beállítottságú, mint reál. Tehát ez a kettőnek az egysége. Egy jó építész. Én azért akartam építész lenni. De az volt a helyzet, hogy én megnyertem ilyen szavalóversenyeket ott. Országos szavalóversenyt az iskolámból, aztán a Helikonra, tehát kétszer vagy háromszor országos első lettem. Tehát jó voltál. Valószínűleg különben nem nyertem volna. És ugye egyre jobban érlelődött bennem, hogy mi lenne, ha elmennék színésznek. Sőt, az érdekes volt, amikor a harmadikas koromban az osztályfőnököm behívott a órára, csak már egy órára, és mondta nekem, ugye Bertalan a Műegyetemre mész, és csak mondtam neki, hogy nem, én hát színművészeti egyetemre megyek. Akkor nagyon meglepődött, azt hittem, hogy meg is haragszik rám, de végül is nem. És azt mondta, hát jó, ha így gondolod, akkor jó, így. Jó tanuló volt? Tehát a Műegyetem is egyenes ötlet volt. Viszont meg lehettem volna. Tehát nem szükségből mentem színésznek, hogy máshol nem mondta. Értem, jó. Színetár osztályba kerültél, ugye Kaszás Géza, Tallós Rita, Rékasű, ez egy remek osztály volt. Nagyon. Mi mindent lehetett megtanulni, hiszen színetár akkor volt ereje teljében, ha úgy tetszik. Akkor volt a televíziónak az elnöke, és később elnök helyettese, főrendezője, tehát magas pozícióban volt. A Színetár Miklóstól azt lehetett nagyon megtanulni, hogy van egy másik világ is, mintha behozta volna nyugatot. Egy ilyen egészen, tehát volt ez, ugye ez a kommunizmusban jártunk teljes mértékig, tehát erőteljes pártállamiság volt, és ő egy olyan világpolgári szemléletet hozott be, egy olyan másfajta világlátást, amitől az ember levegőt kapott. Tehát egy nyugat-európai, és Széltán Miklós amúgy is járta a világot, öt nyelven beszélt,
perfekt. Különböző helyeken, akkor előtte csinálta a Liszt filmet, amiben három országban, négy országban forgatott. Tehát maga meg a mentalitása, ez olyan szabadságot adott nekünk, hogy ne csak a vasfüggönyig lássunk el, igen, hanem tovább is tudjuk látni. És ráadásul ez már a rendszerváltás előtti időszakot közvetlenül, 86-ban. Igen. Akkor. És még egy dolog, ami volt, hogy nagyon jó humora volt. Hogy ne vegyük magunkat annyira komolyan. Én nagyon szeretem Gogolyt, és ő is abban, hogy tulajdonképpen az ember mindig lássa egy kicsit görbetükörrel magát, ne legyen annyira pöffeszkedő, öntelt. Ne ez önteltség, ne legyen nagy a hübrisze, hanem lásson magára az ember, akkor jobban meglát másokat. Ha önmagában is iróniával néz, és nem öntelt, akkor másokat is jobban látja. Tehát ezt is tőle tanultam. De a felelősség azért az benne volt. Az eleve jár, hát másképp nem megy, csak a felelősség. Az felelősség nem egyenlő azzal, hogy önteltség. Igen, hát a színészi pályád azért íve volt, valljuk igen, meg, hiszen igen. Itt ha csak egy-két szerep, Rómeó és Júliában Rómeó, Veszelin István a király, egy kicsit lásd István, Edgár a Lír királyban, Uri Muriban, harmadik Richard, tehát és számtalan másik darab, és ráadásul filmeztél is. Igen. Na, ez köszönöm. A filmes, ez nekünk megvan, de ez is ugye 2000-es éveket írnak. Igen, meg volt egy olyan, volt egy négy részes filmnek, én voltam a főszereplője, abban is játszottam, egy csomó mindent, meg rendeztem is filmet. És hogy jött a rendezés? Tehát itt most már megérkeztünk valami. Igen. Ez úgy volt a dolog, hogy ugye akkor megalakítottuk a Független Színpadot, és ez 90-es évek eleje, 92-93-94, és én akkor elkezdtem rendezni. Rusz József, ha talán ismerik ezt, egy nagyon nagy hírű Kossuth-díjas rendező, ő volt tulajdonképpen a második mestere, az első volt a Színátár, volt a másik Rusz József, ahol közösen csináljuk meg a Független Színpadot, ami akkor az volt az érdekes, mert ma már nincs ilyen, vagy ma már nem olyan nagy szó, de akkor profi színészek alternatív közegbe elkezdtek játszani, és a Fekete lyukban dolgoztam Kalacsai Miklossal, Kaszás Gézával többeknél. Tehát mind végzett, egyetemet végzett kollégák voltak. És nekem érdekelt, tehát engem érdekelt a rendezés. Mindig törekszem, tehát benne maradt a képzőművészetből, hogy én nem csak egy szerepet láttam soha, hanem mindig az egészet. Tehát ez nem hirtelen jött ez a rendezés, hanem mindig benne volt a levegőben, hogy csináljak valamit közösen. Előtte már rendeztem is, mert először a Nemzeti Színházban szerződtem az egyetem után, és ott volt egy Nemzeti Színházi stúdió, úgy hívták, hogy akadémia, és ott is már rendeztem. Tehát benne volt a levegőben, hogy rendezni is fogok, vagy rendezni akarok. És aztán később ezt a Rusz József nagyon erőteljesen mondta, hogy nekem ez való. Tehát ő azt mondta, hogy nekem kellene rendeznem, és adott lehetőségeket. Tehát egy időben ment a film, tehát igen, film és színház rendezőként, igen, film és színház igen, színészként. Így van. És valamikor pedig eljött az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy most már csak, mert Zalaegerszegen például még játszottál is. Nem, ott már nem. Már nem? Ott nem. Tehát előtte még a Bereményi Gézával Szolnokon, a Uri Muriba, Bereményi Géza barátom rendezte az Uri Murit, a Bubik Pista voltak Csörgő Csuli, én voltam Szakmári Zoltán a főszereplő, és akkor megkeresett a Tucsi András, akivel most is együtt dolgozom, hogy mi lenne, ha pályáznánk Zalaegerszegre, akkor az ottani igazgató elment, és hogy menjünk el a Bereményi Géza barátom, és akkor az akkori igazgató, aki később lett, megkeresett bennünket, hogy menjek oda a főrendezőnek, és a Bereményi Géza barátom pedig lennél a művészeti vezető, és oda mentünk. És akkor, amikor oda szerződtem, akkor úgy gondoltam, hogy a saját színházamban nem érdemes, hogy én saját magamra osszam a főszerepeket, és így eltávolodtam, hogy csak rendeztem. És akkor művészeti vezetőként is akkor. És a művészeti vezetőként. És akkor tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy ne osszam magamra. És akkor valahogy ez így jött, hogy a dolog akkor nem kezdtem, csak rendeztem emiatt. Filmekben játszottam, de úgyis akkor egy idő után már nagyon keveset játszottam máshol is, és akkor most már csak rendezem. Erről az időszakról, az Zalaegerszegről nagyon sokat beszéltem Nagy Peti Dobhidanival egyaránt. Peti, Kricsár Kamil. Kricsár Kamil értelemszerűen, hisz ő ráadásul ott is élt. Igen. És mindenki azt mondta, hogy a Bereményi Bagó páros, a két B, az a semmiből egy másik új világot épített. Igen, így történt. Nehéz színházat csinálni egy olyan közegben, ahol ez nem megszokott? Igen. Ahol igen, óriásiak az elvárások, hiszen
ha valaki színházba ment Zalaegerszegről, akkor csak is a nagyon jóra vágyott, tehát oda ment el, amit nagyon jónak tartott. Igen, tulajdonképpen az a fontos, ami nehéz, az a közösségteremtés. Tehát az, hogy azt tudom hasonlítani legjobban a színházat, a színházi társulatot, mint egy jó zenekar. Hogy minden megvan, a brácsás megvan, a nagybőgő megvan, de egy szólamba kell játszaniuk. Ehhez kell a karmester. És ezt elérni, hogy ez egyfelé húzzanak, és hogy egyfajta stílusban játszanak, és egyfajta szemléletiséggel, ez az hosszú évek munkája. És tulajdonképpen Zalaegerszegen, amikor elkezdtem, ott a Gézával elkezdtük ketten csinálni, ez volt a nehéz ezt felépíteni. Nagyon sok fiatalt hoztam az egyetemről, a Színészet Egyetemről, és felépítettük, de 13 évenben volt, amíg azt megcsináltam. De a vége, utolsó 10 év az belekerült a Budapest, és tehát olyan színvonalas előadásokat csináltunk, hogy Budapestre elmentünk játszani, akkor úgy emlegettek bennünket teltházakkal, és a poszt nyertünk díjakat, tehát tegében felraktuk az zalaegerszegi színházat, ami ugye a világ végén, ha belegondolunk, a magyar színházi paletta a legjobbjai közé. Tehát a legjobb 10-ben benne volt. Ugyanakkor, amikor közösségépítésről beszéltél, ne feledkezhetünk meg a közönségről sem. Igen. Tehát ha hiába van zseniális társulat, egyik oldalról kell egy olyan repertoár, ami a közönségnek jó, és azért egy vidéki színház, és a vidékit idézőjelbe teszem, annak komoly népszínházi szerepe van mindenféle értelemben, tehát sokféle stílusban kell jót játszani. És ha már közönséged is vagy, akkor vagy jó színház. Én is így gondolom, az a lényeg, hogy milyen színvonalon csináljuk. Tehát egy vidéki színháznak több színháznak kell lennie. Mármint úgy értem, Budapesten van egy operettszínház, van egy musical színház, a vidéki színháznak mindegyiknek kell, mindenféle műfajban kell. Csak hogy a nézők is értsék, miről beszélünk, olyannak kell lennie, mint a Vörösmarty Színház. Igen, tulajdonképpen olyannak kell lennie. Az a fontos, hogy milyen színvonalon csináljuk. Tehát milyen színvonalon csinálunk vígjátékot, milyen színvonalon csinálunk operettet. Tehát most végül is van egy saját társulatod, mert hogy nyugodtan egy eszem első személyben beszélhettek mind a négyen, ha úgy tetszik, sőt, akár a színészek is itt a Vörösmarty Színházban. Hogy fogadtad el a felkérést? Az itteni? Ide, igen. Tehát, az úgy volt, hogy mi az új színházban voltunk együtt, Hargitay Iván, a János, Szikora János. Én ott dolgoztam már 2-3 éve, félig meddig ilyen társult tag is voltam, vezetőség, együtt voltunk. És akkor jött a váltás, és akkor a János hallotta, vagy valaki szólt neki, hogy itt több éve megy egy húzavona, hogy ki legyen itt az igazgató. Ez most nem, akkor biztos tudják, az Fehérvár. Több éven keresztül volt, 3-4 éven keresztül nem találták meg a megfelelő igazgatót, és többször írták ki. És akkor mondta Szikora, hogy ezt megpályázná, és mit szólnánk hozzá, hogy beírhat-e bennünket a pályázatába. És a törőmmel vettük természetesen. És akkor mi volt a furcsaság az egésznek, hogy tulajdonképpen beírt a pályázatába a Szikora János, és engem az éppen megbízott igazgató Quintus Konrád meghívott rendezni ide, évad elejére. De akkor mint megbízott igazgató, és gondolta, hogy ő lesz. Mire ideértem őszre, addigra én lettem a művészeti vezető. De tulajdonképpen hamarabb jöttem ide rendezni, vagy jöttem volna rendezni, mint amikor megnyertek a pályázatot. Tehát összeállt ez a kvartett. Én azt gondolom, hogy egy remek csapat. Ha úgy vesszük, akkor ugye rólatok már beszéltünk, de Hargitay Ivánnal és Horváth Csabával, a Fizikai Színház vezetőjével, tagozat vezetőjével ez egy kerek. És ha hozzátesszük azt, hogy az elmúlt időszakban, tehát 2012 óta felsorolhatatlan, hogy ki mindenki jött vendégként rendezni, akkor nagyon jól állunk. Ha csak az idei esztendőt nézzük Novák Eszterrel, Telihai Péterrel és Zsótér Sándorral, akkor egy zseniális történet. Ez volt az eredeti szándék. Milyen célokkal, tervekkel érkeztetek meg? Az volt a célunk, és az volt a mai napig is ez, hogy egy olyan színházat csináljunk, ami nyitott, különböző, a legjobb rendezőkkel találkozanak, és szerintem egy nagyon erős társulatunk van, nagyon jó színészeink vannak, azért a legjobb rendezőket kell hívni hozzájuk, különben megennék. Éppen ezért olyan rendezőket hívunk, akik nagyon színvonalasak, és általában igyekszünk a fiatalabb generációba olyat, amit mi nem tudunk. Tehát úgy értem, amit nem az én stílusom, vagy nem a mi stílusunk, akkor hozunk egy olyan rendezőt, aki azt a stílust tudja, amit mi nem tudunk. Tehát gyakorlatilag nem fedünk le, nem az a vágyunk, hogy mindent mi rendezzünk. Csak azt, amit mi kedvelünk, és amit
tulajdonképpen mi nem annyira tudunk maradjunk ennyibe, vagy nem annyira áll közel a stílus, akkor hívunk egy olyan rendezőt, aki olyan színvonalon, magas színvonalon meg tudja csinálni azt a stílust. Ez lehet akár zenés, akár próza. 8 esztendő telt el. Nyilván az elején meghatároztátok azt a struktúrát, amelynek mentén felépítették a repertoárt. Ez időről időre valamelyest változott, ugyanakkor most már van saját közönségetek, tehát ezt kimondhatjuk. És nem csak azért, mert esztendőről esztendőre minden évadzáron jön a bejelentés, hogy hány százalékkal nőtt a bérletesek száma, a jegyvásárlók száma, mert ez mindig nő, és ráadásul, hogy mi mindent csináltok még azon túl is, hanem kiderült, igen, hogy a jó színházra vevők. Én például tudom, hogy Pestről jönnek ide, és egyre többen jönnek színházba. Így van. Ez volt a szándék. Így van, és azt gondolom, hogy nem elég csak előadásokat létrehozni egy színházban, hanem a közönséggel is kell foglalkozni. Mi nagyon sokat investálunk a fiatalokba. Tehát nagyon sok beavató színházat csinálunk, beszélgetést fiatal emberekkel, majdnem mindegyünk előadások előtt beszélget a fiatal generációval, mert ő a következő nézőnk, a következő generáció nézői. Tehát az ahhoz, hogy több legyen a nézőnk, az nem csak egy műsor struktúrának a része, hanem egyszerűen investálni kell a nézőkbe, meg kell nekik magyarázni, hogy hogyan nézze, meg kell tanítani. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy a jó bort, meg a keserű csokolád is meg kell tanulni élvezni. Ezt meg kell tanítani, hogy mi a jó benne. Tehát lehet, hogy nem a keserű csokoládé is. Így van. Ugyanakkor, hogy sikerült elhelyezni a Pelikánfészek, a Kozák stúdió és a nagy színpad közti átmeneteket? Hiszen nagyon fontos, hogy legyenek kamaradarabok is. Igen, ez egy külön. Van egy réteg, aki nagyon szeret például a Kozák András stúdióba járni. Az egy olyan fajtájú néző, aki egy kicsit alternatívabb, vagy mélyebb, vagy furcsább előadásokat is megnéz, amit talán, sőt, vannak olyanok, akik igazából oda szeretnek jönni, és nem is a nagy színpadra. Tehát ez a Kozák. A Pelikán pedig egy olyan fiatalos, friss lendületű színházat szeretnénk belőle csinálni, ami még kísérletezőbb, és olyan előadásokat, amik tulajdonképpen az ingyenceknek való. És azt hiszem, hogy ez a munka, amit elvégeztünk ebben a színházban, kitermelt egy olyan réteget, akik erre is kíváncsiak. Tehát ott egy szaraként bemerünk már mutatni, az már nem kis dolog. De őszintének lenni ma már nem luxus. Én azt hiszem, ezt már bebizonyítottátok számtalanszor, viszont az erőteljes személyiségnek mindig van valamiféle kockázata. Ezt érzékelitek? A műsorválasztásnál, darabválasztásnál, hiszen itt különleges darabok is színre kerültek az elmúlt időszakban, amelyeket a közönség először értetlenkedve fogadott, aztán kiderült, hogy mégiscsak a színház vezetésének van igaza. Igen, amit az előbb is mondtam, hogy a kicsit a megszokottól eltérő darabokat, akár a Szutyopos, mondok egy ilyen példát, vagy akár a Herneke, Ferike, Fatére, vagy a terrorizmus a Presznyakov testvérektől. Eleinte úgy volt, hogy ezt micsoda, úgy nézték, hogy ezt, mivel nem ismerték, de abban a pillanatban, amikor eljöttek és megnézték, akkor elterjedt hogy róla, hogy jó, és már nem is kellett reklámoznunk el, mert 40-szer, vagy akár a Kartonpapa, ami most az 50. előadásnál tart, ami nem kis szám, egy ilyen kortárs magyar darabból. Tehát átlendültünk azt hiszem azon, hogy már nem idegenkedve nézik azokat az előadásokat, azokat a darabcímeket, amiket úgy nem nagyon ismernek, hanem érdeklődéssel. Tehát inkább befogadóbbá váltak a nézőink, azt érzem. Nem számvetésre kérlek, de hol tartasz önmagadhoz képest, amit meghatároztál magadnak ezen a pályán? Hát, erre nagyon nehéz válaszolni. Sőt, igazából azt gondolom, hogy nem is nekem kéne. Tehát ezt úgy valaki mondja el helyettem, mert nem lennék biztos objektív. De azt gondolom, hogy én nekem még nagyon sok mindent meg kellene csinálnom. De hát az erős, karcos, határozott Bagó Bertánra szükség van nyilvánvaló. Az ezt én mondhatom a színház nézők nevében, tehát a látogatók nevében is. Szóval én azt gondolom, hogy van még mit mondanom, csak ezt akartam mondani. Jó, ez a jó. Hát akkor legyen is.
Köszönöm szépen, én is hogy köszönöm. Itt voltál velem. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bagó Bertalan volt, a Vörösmarty Színház művészeti vezetője. Köszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!